Ez egy rendhagyó kampány, iroda, így kezdte a szintén nem szokványos sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitót Antal Lóránt. Az ifjú politikus kiemelte, a helyiség arculatát is a fiatalok alakították ki, a falak falfestésében sokat segített Jakab Hunor és az általa vezetett Varázs Ecset tanoda. Az asztalok például raklapokból állnak, a székeket pedig farönkből kivágott csutakok helyettesítik. Antal úgy látja, a gyakorló politikusok és a fiatalok között jelenleg nagy szakadék van. Ezt kell áthidalni, éppen ezért azt szeretnék, ha minél többen betérnének a május végéig nyitva lévő irodába, és gátlások nélkül tennék fel kérdéseiket, fogalmaznák meg meglátásaikat. Nem csak egy üresen álló helyiségről van szó, azt tartalommal is megtöltik. A következő napokban sikeres fiatalok tartanak előadást. Az érdeklődők többek között az egészséges életmódról, a fotózásról, a sajt készítésről hallhatnak beszámolót. Terítéken lesznek az aktuális pályázati lehetőségek is. Mi elsősorban a fiataloknak szeretnénk üzenni, és minél több fiatal szeretnénk, hogyha bejönne be az irodába. Pontosan ezért van az is, hogy nagy üveges irodatát be is lehet látni, és könnyen ki is lehet látni. Az ajtó az nyitva van, tehát bármikor be lehet jönni. Tartalmakat is minél többet szeretnénk tölteni, tehát feltölteni az iroda tevékenységébe. Előadások lesznek, fiatalok fognak előadni saját élettapasztalataikról. Arra a kérdésre, hogy miért kapta a Szabad Európa Kávéház nevet, az iroda Antal Lóránt azt válaszolta, az ok egyszerű, a 90-es évek előtt sokan a Szabad Európa Rádióból tudták meg az igazi híreket. Ezt a szerepet most ők vállalják fel, vagyis a tájékoztatást. Az iroda május 25-ig az EP választásokig lesz nyitva.